Gyöngyösi Márton lett a Jobbik új elnöke, miután a párt hétvégi tisztújító kongresszusán a többség neki szavazott bizalmat. Az új pártelnök azt mondta, egy nemzeti konzervatív pártot szeretne vezetni és építeni. Gyöngyösi Mártont kérdezzük. A Jobbik új elnöke itt van a stúdióban, és EP képviselője. Jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is. 68%-os többséggel választották újra. Az, hogy ketté szakadt a párt, ez egy belső információ volt, ha úgy tetszik, de ön is beszélt egyébként erről. Ezen az eredményen talán látszik, hogy azért nem annyira egységesek ön mögött, mint hogy Jakab Péter mögött voltak. Egységbe tudja kovácsolni a Jobbikot, mit gondol? Hát először is Jakab Pétert is kétharmaddal választották újra a legutóbbi kongresszuson, és ne felejtsük el, hogy három elnök jelölt volt. Tehát most ez egy nagyon szoros és nagyon kemény mérkőzés volt most a kongresszuson. Ander Balázs nem lépett vissza az önivára végén? De elnök jelöltként ő is kandidált, csak ugye van egy 50% plusz egyes szabálya az alapszabályunkban, ami ugye hát ha három induló van, akkor az ugye nagyon nehézé teszi a matematikailag ugye nagyon nehéz elnököt választani, hogyha sok induló van. Így Ander Balázs visszalépett a javamra, de már mint elnök jelölt, tehát elérte és mondott is programadó beszédet. Én magam ugye azt a programot fogalmaztam meg, és azzal az ambícióval érkeztem oda, hogy egyesítsem a Jobbikot, ugyanis a választások után valóban a Jakab Péter és az elnökség között kialakult egy konfliktus, szekértáborokra szakadt a párt, és úgy gondoltam, hogy egy kívülálló az, aki konszolidálni tudja a helyzetet, aki nem volt, nem tagja annak az elnökségnek, amelyben ez a konfliktus kirobbant, és aki kívülről érkezett ebbe a konfliktusba. Jakab Péterrel tud-e majd együtt dolgozni? Ugye ő maradt a frakcióvezető, de úgy, hogy azt mondta, ugye, hogy a párt elnöksége nem támogatta őt, ugye pont ezért mondott le. Szóval van a párt és van a frakció, ráadásul Jakab Péter nem önt ajánlotta a párt élére, hanem a szexuális zaklatási botrányba keveredett Földi Istvánt. Valóban Földi Istvánt azért megilleti ugye az ártatlanság vélelme, és egészen addig, amíg ez nem bizonyosodik be, addig nem akaszgatnék ilyen jelzőket rá. Valóban, de hát ez a konfliktusnak a természetéből fakadt. Jakab Péter, illetve az elnökség között kialakult konfliktusban, az elnökség Ander Balázs mögé, Jakab Péter pedig Földi István mögé sorakozott föl. De az, hogy engem választott meg mégis a kongresszus, ez azért azt mutatja, hogy az emberek a Jobbikon belül békére vágynak, konszolidációra, és most már arra várnak, hogy a szavazókkal foglalkozzunk, mint minden normális párt, ne pedig a köldökünket nézzük, és saját magunkkal foglalkozzunk. Hát most sok ellenzéki párt egyébként ezt teszi, de nyilván egy olyan eredmény után, ami április 3. után következett, a politológusok szerint talán ez lehetséges, hogy természetes is. Jakab Péter marad-e a frakcióvezető? Jelenleg Jakab Péter a párt. Azt én tudom, hogy jelenleg ő a frakcióvezető, de ő marad a frakcióvezető. És én a kongresszuson is, meg utána a sajtótájékoztatón is azt üzentem, hogy innentől kezdve a vitáinkat lezártuk, és mindenkire számítok, minden országgyűlési képviselőre, minden elnökségi tagra és minden tagra a Jobbikon belül. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy mindenki ezt az üzenetet megértette, és most már a közös céljainkat dolgozunk. Ezt azért kérdeztem, mert Jakab Péter szerette volna korábban, hogy kétharmados döntéssel lehessen elmozdítani őt, mint frakcióvezető, de hát ez nem sikerült, megakadályozta ezt a képviselőcsoport, szóval leváltható. Nyilván nem véletlen akadályozta meg ezt a képviselőcsoport. Tehát nem tud olyasmiről, hogy leváltanák. Ennek egyszerű a logikája, egy frakcióvezetőt egyszerű többséggel választ meg a frakció, nagyon furcsa lenne, hogyha kétharmada lehetne csak leváltani. Tehát ez egy ilyen jogi nonsens. Én nem tudom, hogy ezt kitalálta ki, de ez alapvetően nem itt nem érnek össze a dolgok. Tehát hát valószínűleg Jakab Péter, mert ő szerette volna. Kik lesznek az alelnökei helyettesei, kik lesznek az elnökségben? Hát az elnökség az ugye adott. Tehát az előző tisztújításon, mármint az előző előtti tisztújításon, ott ugye egy teljes elnökséget választott, az egy teljes tisztújítás volt. Elnökkel, elnök helyettese, hat alelnökkel.
és most ezúttal csak elnököt választott a kongresszus, tehát én ezzel az elnökséggel kívánok. Az világos, dolgozni. De nyilván lehetne akár lemondás is, hát egy elnökváltás is azért történt, most már lemondott valaki, tehát mindenkivel együtt fog tudni dolgozni, mert azt mondta, hogy minden tagját lezárta az összes belső vitát, na, de azért egy hétvége alatt lezárni az összes belső vitát, az inkább olyan szőnyeg alá söprésnek tűnik kívülről, nem így hát, van ez? Nyilván jön a nyár, és sokat kell majd beszélgetni egymással, mindenkinek le kell szépen higgadni, tehát nyilván ez nem megy egyik napról a másikra, de azzal, hogy engem választott meg a kongresszus elnökének, a Jobbik elnökének, ez azért egy fontos jelzés a tekintetben, hogy a konszolidációra van igény. És le tudja-e zárni azokat a vitákat, vagy azokat a hangokat, amik nem belülről, hanem kívülről jönnek, és nyilvánvalóan jönni is fognak ön felé az ön korábbi mondatai miatt, most is, tegnap a parlamentben is elhangzottak, listázta volna a zsidókat, a kettős állampolgárokat a parlamentben. Ez vállalhatatlan volt az ellenzéknek. Ritvári Bence sorba fölhányt orgatta önnek. Nyilván az, hogy a Fidesznek elemi érdeke az, hogy 10 év távlatából ezeket fölhányt orgassa, én azt megértem, de az, hogy mi az én álláspontom ezek kapcsolatban, az már azt ismerheti mindenki, hiszen már több százszor bocsánatot kértem ezért. Egyből másnap egyébként a 2012-es felszólalásom után egyből másnap kiálltam a sajtónyilvánosság elé és elnézést kértem. Bocsánatot kértem, ez a múlt, és most már szerintem érdemes a jövőbe tekinteni, de az, hogy egy olyan kormány rángatja ezt elő 10 év távlatából, amely folyamatos gyűlöletkampányokat folytat Magyarországon a közmédia segítségével, ez azért szerintem több, mint furcsa. És azoknak a zsidó szervezeteknek mit tud üzenni, aki most is felhántorgatják ugyanezt, és azt mondják, hogy, mert most azt mondta az előbb, hogy ez már 10 éve volt, ők meg azt mondják, hogy hát azért nem volt olyan nagyon régen az. Hát, hogy 10 év az mennyire régen volt, az ugye nézőpont kérdése, de azt tudom nekik mondani, hogy én ezért elnézést kértem, és hogyha kíváncsiak arra, hogy ki Gyöngyösi Márton, akkor nézzék meg azt, hogy az elmúlt 10 évben mit tettem le az asztalra, és ezt a közösséget, amely korábban egy radikális párt volt, egy szélső jobboldali párt, az most már a jobb középnek a pozícióját vette fel, amely egy összeellenzéki együttműködésben szerepelt a legutóbbi választásokon. Akkor erre a pozícióra térjünk rá, mert azt mondja, hogy egy nemzeti konzervatív pártot szeretne építeni. Milyen lesz az? Mert mint egy ilyen eposzi jelzőt használták a jobbikos politikusok, hogy a néppárti Jobbik most konzervatív lesz az előtag, de mi lesz a tartalom? Mit jelent ez? Először is a magyar politikai palettán ugye jobb közép, Európa párti jobb közép nemzeti konzervatív párt nincs. Tehát tudom, hogy ezeket a jelzőket használja magára a Fidesz is, meg a Mi Hazánk mozgalom is, de ők azért lássuk be, hogy eléggé a szélre tolódtak, és egymással versengenek abban, hogy hogyan lehet egyfajta Európa ellenes és egy ilyen illiberális, populista trendre felülni. Van-e rá igény, vagy van-e másikra igény akkor, hogyha hogy őket nem tartja igény valóban nemzeti konzervatív pártnak, mert a választási eredmény azt mutatta, hogy arra van igény. Hát igen, ezen kell elgondolkoznunk, hogy ebben a választási együttműködésben, aminek mi is tagjai voltunk, ebben ezt a fajta karaktert, ezt jól képviseltük-e, vagy jól látható módon képviseltük-e. Azzal, hogy ez nem sikerült az április 3-i választás, ez nem azt jelenti, hogy nemzeti konzervatív pártra nincs igény, hanem azt jelzi, hogy ebben az együttműködésben ez nem vált láthatóvá, és vagy nem volt karakteresen megjelenítve. De próbálkoztak nemzeti konzervatív párttal, Pálinkás József próbált hasonló pártot építeni, hát, Márki-Zay Péter beszél erről. Hát ő beszél erről, Pálinkás József próbált egyet alakítani, egy kampány közepén nem tudom, hogy kinek jutna eszébe pártot alapítani, de ők megpróbálták, nem sikerült, de a Jobbik meg van, tehát azért mégiscsak egy több mint 20 éves pártról beszélünk, amelyik egy hosszú utat járt be, de megérkezett ebbe a pozícióba. Az elvi nyilatkozatunk nagyon világosan kijelöli ezt az utat. Most az egyik legfontosabb feladat, nyilván, hogy ne a többi ellenzéki párttal foglalkozunk, hanem saját magunkkal, és töltsük meg tartalommal. Ezeket pedig ügyek mentén lehet, tehát nyilván nagyon szépek az elvek, meg nagyon szépek az ideológiai jelzők, amiket állítunk magunkról, de azért mégiscsak az a fontos, hogyha ránéznek ennek a pártnak a képviselőire, és meglátják azokat az ügyeket, amelyeket ez a párt képvisel, akkor teljesen nyilvánvaló az, hogy a politikai palettának melyik oldalára tartozik, és ezeket az ügyeket megkeresni. Ez azt mondja, az egyik legfontosabb feladata. Azt mondja, hogy
hogy hosszú idő telt, még a Jobbik megérkezett ebbe a pozíciójába. Most abban a pozícióban van a Jobbik, hogy a szavazóik, hát nem tudom, körülbelül kétharmadát elvesztették. Hol vannak a szavazóik? A szavazóinknak ugye egy nagyon nagy része, és ez is egy fontos kutatómunkának a része lesz, hogy az április 3-i választásokon a szavazóinknak egy nagyon nagy része az miért maradt távol a szavazástól, adott esetben miért nem szavazott egy adott jelöltre vagy a közös listára, mert olyan is volt, hogy a jelöltre igen, de a listára nem, vagy miért szavazott át egy másik pártra. Nekem meggyőző... Mi hazánkra? Nézze, azok, akik a Mi hazánknak a programjára voltak kíváncsiak április 3-án, vagy azóta arra kíváncsiak, azoknak sok szerencsét kívánok a Mi hazánk oldalán. Én nem kívánok konkurálni értük, hogyha ők azt a politikát tartják helyesnek. Én sokkal inkább azokat szeretném megszólítani, akiket eddig nem jól szólítottunk meg, vagy nem elég karakán módon szólítottunk meg, meg azokat, akik valóban egy polgári, nemzeti konzervatív politikára vágynak. Nem, és azért, csak rosszá ízzel szavaznak mondjuk a Fideszre. Nem azért szavaztak át, vagy rosszá ízzel a Fideszre, vagy a Mi hazánkra, mert a szavazóiknak nem tetszett, hogy a DK-val még az összefogáson belül is történt egy összefogás? Hát lehet, hogy akkor nem sikerült elmagyaráznunk azt, hogy az összefogás ez egy technikai kérdés. Tehát addig, amíg a Fidesz írja a választójogi törvényt, és akár a választások előtti napon is képes azt átírni menet közben, mert ugye erre is volt példa, ez az együttműködés, vagy összefogás, ez egy szükséges dolog, és nem tudom azt megígérni, hogy a következő... Csak nem hozta az eredményt, sem a Jobbik számára, sem az összellenzés számára. Kétségtelen, soha nem csináltunk még ilyet, lehet, hogy a feltételrendszerét rosszul állítottuk föl. Ugye azért nagyon sok, már az előválasztásnál is ugye kiderült, hogy azért számos hiba van, vagy számos rossz számítás van, a nem volt pár dologra garancia az előválasztás előkészületénél, például arra, hogy az éles választásba ne 6+1 kampányt folytasson az ellenzék külön-külön, hanem egy közöset, egy közös miniszterelnök jelölt mögött, aki mind a 6 pártot magáénak érzi. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.